előadást. Mi olyan szerencsések vagyunk Bostonban, hogy hát egy Széchenyit köszönhetünk a körünkben. Széchenyi Péter, aki a Széchenyi család történetéről fog nekünk beszélni. Én általában ilyenkor elmondom a meghívóban kiküldött részleteket az előadásról, de mivel már úgyis elhúztam az időt, ettől most eltekintenék. Úgyhogy csak annyit mondok, hogy fogadjuk őt nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen. Akkor ezt... Jaj, igen. És próbáljuk ki. 1, 2, 3. Ugye jobb? Ja. A Péternek elég mély baritonja van, és talán így egyszerű megérteni. És ráadásul meg is vagyok fázva. Szóval nagyon, nagyon szép lesz. Egyenős uraim, köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttetek ma este ezt a családtörténetről tanulni egy kicsit. Remélem, hogy méltóan elő tudom adni. Egy kicsit magamról, én New Yorkon születtem. A szüleim azok a háború után jöttek Amerikába, tehát 56 előtt, egy jó pár évvel. És én úgy nevelkedtem, mint egy amerikai gyerek. Hát itt nőttem fel, magyarul otthon beszéltünk, de hát amerikai iskolában jelen angolul tanultam. És tehát az a magyarság, amit én tanultam gyerekkoromban, az igazán csak a szűk családi körben tudtam róla, tanulhattam meg. Mire egyetemet végeztem, addigra már alig beszéltem magyarul, mert akkor mindent, amit tanultam, az angolul volt, és a családi magyar nyelv, amit otthon beszélünk, az eléggé egyszerű. Ugye? Tehát az ember nem tanul meg igaziból gondolkodni magyarul, hanem keresi, hogy hova lett a kutya, vagy mi lesz vacsorára, tehát a szoknyás nem igazán épül fel, ugye, hogy kéne. Én olyan szerencsém volt, hogy 1988 végén kaptam egy ösztöndíjat, egy ilyen szabad grantet, hogy Magyarországra mehessek egy évre, és ez ilyen életváltó esemény volt számomra. Visszakerültem, és volt alkalom akkor megtanulni a nyelvet, megismerni a magyar kultúrát, és tulajdonképpen próbálni utánpótolni mindazt, ami kimaradt, azért, mert Amerikában neveltem, és nem tudtam hozzájutni ahhoz az információhoz, mert hiába próbálsz, a Magyarország a történelme olyan gazdag, hogy azt csak ott lehet megtanulni, ott lehet megtalálni. És ezzel kapcsolatosan kerültem olyan helyzetbe, hogy a családtörténetet is megtanulhattam. Volt szerencsém egy nagyon tehetséges filmrendezővel találkozni, akinek az volt az ötlete, hogy pláne a rendszerváltás alatt úgy gondolta, hogy érdemes a Széchenyiről beszélni, elsősorban Széchenyi Istvánról, és akkor utána lett még két film, és a második film a családtörténetről szól. Tehát úgy kerültem olyan helyzetbe, hogy akkor szakmai szinten igazi történészekkel végig tudtam kísérni és megtanulni a családtörténetet, és nem szégyellem azt, hogy ez az előadás nagyjából annak a filmnek a készítés anyagból állt össze. Akkor kezdjük, hogy a Széchenyi család eredete az tulajdonképpen homályos. Azért, mert hát a török megszállás alatt után minden irat eltűnt, tehát igaziból nem tudjuk bebizonyítani, hogy mi volt család eredete. Igaziból csak 1550-ig vezethető vissza, de vannak sok elképzelések, és a történészek próbálkoztak sok minden sokfajta teóriával. Vannak adatok, például Károly Róbert 1334-ben adott engedélyt Széchenyi város megerődítésére Széchenyi Tamásnak, aki a várkastélyt és a város nyújtottság négyszög alakban várfalal vette körül. Szóval volt egy Széchenyi Tamás Széchenyben 1330-ban, de nem, nincs meg a kapcsolat. Nem. Szóval akkor inkább ne no guesswork,
ami abszolút visszavezethető, az a Mihály, Széchenyi Mihály, a várkapitány. És ez 1550 körül indulott. Tehát Széchenyi Mihály katona volt. És hosszú karrier futott be, abban az időben persze a törökök jöttek, mentek, volt olyan, amikor a háború intenzív lett, volt olyan, amikor nem annyira. Ez ment addig, amíg 1550-ig, mikor a kapitány lett a Veszprémi várban, Széchenyi Mihály. 1552 körül a törökök nagyon beindultak, és egy nagy offenzív indítottak, és a Veszprémi vár akkor elesett, és a magyarok akkor átmentek Sümegre. Valószínűleg a Mihály is velük ment. Mindezek után azt tudjuk, hogy a Mihály túlélte, mert 1565-ben a császár, első Maximilián aláírt egy dokumentumot, ami bizonyítja, hogy a Széchenyi Mihály tulajdona bizonyos föld alsó Széchenyben, meg Bicskén. Most ez a terület, ez Nógrád megyében van, Váctól észak-keletre van, és úgy tűnik, hogy az a családnak az eredete. Tehát Széchenyke és Becske, mert odáig tudjuk vezetni. Mihály meghalt 1580 körül, a Márton fia folytatta a gazdálkodás a birtokokon, és akkor a tizedet, Márton az mikor érthet a 15 éves háború alatt? Hát nyilván a Széchenyke háza az meg lett támadva, és az egész családot átvitte a Széchenyi várba, és ott mint katona szolgált. Az az érdekes, hogy ez van egy, itt kezdődik, tehát már másodszor halljuk, hogy ez a menekülés. Mindig jött egy hadsereg, és leégette a házát. Ez már a másodszor, ez többször elő fog fordulni a család történetben. 1620-ban Márton fia azt írja, Lőrinc, aki azt írja, hogy mikor 10 éves voltam, Bethlen Gábor hada elégette Széchenyi házunkat, és áttelepedtünk Gyöngyösre. Tehát itt Márton, aki már katona volt, Széchenyben szolgált, 60 éves korában leégették a házát, és újra el kellett menni egy új helyre, Gyöngyösre. Ez igazán a családnak az őstörténete. Tehát itt lehet látni, hogy a királynak hű katonák voltak, gazdálkodtak. Valószínűleg azt lehet kivenni ebből, hogy ez már egy nemesi család volt. És azt is lehet folytatni, hogy megjelent Széchenyi György. Most én a Széchenyi György tulajdonképpen egy papi pályát futott be, de megengedem, hogy a rokonom az Antal bácsi elmondja a történetet. Ez most a filmből mutatok egy részét. Az Antal bácsi 3-4 év ezelőtt meghalt sajnos. Ha lehet kapcsolni a lámpákat egy kicsit? Biztosan. És ezt most nem akarok. Lehet jól. Ott oldal.
De igen, szerintem is viszonylag jól látjuk, nem? Nem, mindig, várjuk, várjuk, hogy nem. Oké. Összefoglalásunk. Az első, akiről pontosan értesítünk és tudunk, hogy... Ettől mondok, hogy most az a szerencséjük van, hogy engem látnak 27 évvel korábban. Azt a mindenit! Annak a fia Márton, Mártonnak két fia György és Lőrinc. Györgyből lett a későbbi primás, neki a nagy jótevője volt Pázmány Péter. Az választotta őt ki. Látta, hogy abban a fiúban van jó akarat, hogy megtanulja mindent, és elküldte papi pályára. Az akkoriban mondjuk a sikernek volt az alapja, valaki papi pályára került. És mivel jó fejű volt, ugye, kitanulta, gyorsan elvégezte az iskoláját, de már 33 éves volt, amikor kijött a Pázmány. Voltunk mindig, láztak mint mi. Közben a család nemesítve lett 629-ben. Ő lett nemesítve, az ő öcse a Lőrinc és édesanyja Bán Sára. Az, hogy ők előbb már nemesek voltak, az nagyon valószínű, mivel egy generációval később Lőrinc fia György már gróffá lett. Az pedig nem lehetett volna egy generáció után, ha már előtte nem lettek volna nemesek. Györgynek a pályája nagyon gyorsan ment arányra. Ő lett apát, utána lett püspök. Először, ha jól emlékszem, Pécsét, utána Győri, majd Veszprémi püspök. Aztán lett Kalocsai, és később esztergomi érsek. Ugye a mindenkori esztergomi érsek lett a prímás is, aki rendszerint megkapta a bíborosi rangot. Hol volt, hol nem volt. 1654. szeptember 27-én Sümeg városában volt Széchenyi György veszprémi püspökké szenteltetése. Minden bőven volt. Megittunk 38 hordó bort. Megettünk közel 500 bárányt. Az emberek 20-as számmal ültek egy-egy csoportban. Sokan azt mondták, mert volt több pretendens is az érseki székre, na hát ő már olyan öreg, hogy adjuk meg neki érseki címet. Sok rossz májú ember ezt mondja, de 10 évig élt még, mint prímás, és 103 éves korában halt meg, 93 éves korában kaptam meg a prímását. Egy püspökség, vagy egy érsekség nagyon nagy földbirtok felett rendelkezett. És a mindenkori püspök vagy érsek annak haszonélvezője volt. Püspökségének, később a kalocsai érsekségének nagy része török megszállás alatt volt, úgyhogy Kalocsán, mint érsek, Kalocsán nem is tudott lakni, mégis az adót be tudta szedni, hogy hogyan, ezt én sem tudom megmondani, valószínűleg meg voltak az ügyes emberei, és mivel egy ügyesen gazdálkodott, mindenhogyan, utána tudott annak járni, hogy megkapja azt a pénzt, ami neki járt. Ő rá volt bízva, hogy hova fordítsa azt a pénzt. Ő mindig kétharmadát jótékony célra az egyházi gyavakra fordította, és egyharmadát néha kevesebbet, néha talán többet a saját családja részére tudott félretenni.
Széchenyi György bíboros különböző időben tett jótékony adományai és alapítványai. Budán a várfalakra, egyetemnek, jezsuitáknak, papnevelő létesítésére, nemes ifjak nevelő intézetére 517 ezer forint. Egerben 90 ezer forint. Érsekújvárt 18 ezer forint. Esztergomban rendház építésre, Bakócz kápoló renoválására 85 ezer forint. Gyöngyösön 14.880 forint. Győrött várfalakra, kórházra, nemesi konviktusra, szegény plébánosoknak, árváknak 285.899 forint. Illaván, Keszővárat, Kismartonban, Körmötbányán, Kőszegen, Lőcsén összesen 1.170.422 forint. Széchenyi György prímás által festett képet, mely különösképpen kifejezi az ő politikai elgondolását és beállítottságát. Ő akkoriban békét akart és békét kívánt a Habsburg és a magyarok között. Ez a vágya sajnos nem teljesedett, de ez volt az ő elképzelése, ez volt az ő elgondolás. Ez szerette volna, hogy sikerüljön. A szégyenletes vasvári béke 1664-ben lett megkötve a török és a Habsburgok között a magyarok rovására. Ez annyira bántotta a magyarokat, hogy ebből lett aztán a Veselényi féle összeesküvés és lázadás. Na most ez a kép a vasvári béke kötés után fejezi ki György püspök vágyát, hogy még azokat, akik részt vettek ebben a lázadásban, mert az sajnos előtt állna, hogy ő lehetőleg kibékítse még és megmenthesse azokat, akiket aztán halálra ítéltek. Mielőtt ez történt, ő amnéztiát akart. De volt reménye, hogy lesz béke. Hát azért vágya volt, vágya volt. Hát ez a kép a béke, békének a vágyának. Úgy van, annak a kifejezést, azt történt. A kép ábrázolja, háttal hozzánk, kiállva az akkori pápát, mellette Szerepcsényi bíborost, és ő mellette a piros süveggel az akkori győri püspököt, Györgyöt. Mintha ránk figyelne. A jobb oldalon látjuk Lipó császárt, mellette az országnagyokat, egy tipikus kis epizód, amit elmesélek neked. Az akkor már kolocsai érsékké kinevezett György fölment a császár királyhoz Bécsbe, és kegyelmet akart kérni egyesek részére. És akkor bemegy a császár királyhoz, mint érsek, nem kellett magát bemondani, és nagy méreggel mondja, hogy mit csinált a császár, és hogy esetleg meg tudná-e még kegyelmezni ezeknek, akik végtéren jó akarattal csinálják a háborút a magyarok javára. És a császár azt feleli neki, amit aláírtam, azt aláírtam. És erre az érsek felemeni a két karját, és
azt mondja a császár szemébe, száradjon el a két karom, amelyik a fejemre segített a koronát. Száradjon el a két karom, aki segített a te fejedre koronát. Szicsnyi Györgynek volt egy fiatalabb rokona, Szicsnyi Pálnak hívták. Szicsnyi Pál és elment papnak, de nem jezsuitának, hanem neki a pálos rend volt közelebb a szívéhez. Ez egy kolostoros szerzetes volt, de a Szicsnyi György nem engedte, hogy a fiatal unokája ott üljön. Azt gondolta, hogy annál többet tud hozni az életéből, és többet tud szolgálni a koronának, mint az országnak. És a György azt kérte tőle, hogy vonuljon ki, és foglalkozzon a politikával. Akkor zajlott a Rákóczi szabadságharc, és a Széchenyi Pál volt megbízva azzal, hogy ő legyen a béke közvetítő. Tehát a kuruncok, a labancok, a Habsburgok között. És tehát ő volt az egyetlen, aki mehetett mindegyik csoporthoz, és üzent, próbált békét közvetíteni. Sajnos a Habsburgok nem fogadtak el semmilyen fajta igyekezet, hogy béke legyen, és a végén sikertelen volt a munkája. De az az érdekes, hogy a Széchenyi Pálról azt írták abban az időben, hogy ő a legnagyobb. Érdekes melléktörténet is van a Széchenyi Pál és a György ések között, hogy a Széchenyi György rábízta a Szent Konthárti birtokot a Pálra, és a Pál gazdálkodott. De akkor a György kérte a jövedelmet belőle, és ez nem tetszett a Pálnak, és beperelte egymást a két családtal. És majd a bécsi udvaron a Pálnak adtak igazat, és nem kellett fizetni a Györgynek, és egy idő múlva visszavonult a kolostorba, ahol ott is meghalt egy pár évvel később. A Széchenyi Pál az akkor ott tekinthető a családi kriptában Nagyszentken. Nem tudom, hogyha jártok-e valaha oda, de Nagyszentken. Az volt, hogy ő a Sopronból volt eltemetve, de a francia hadsereg feltúrta a templomot, és Széchenyi Ferenc idejében, Széchenyi Ferenc megmentette a holttestet, és ünnepélyesen áthozták a családi kriptába, ahol a mai nap is ott nyugszik, ilyen mumifikált formában. Ez a Széchenyi Pál. És az érdekes, hogy a Széchenyi Györgyre visszatekintve egy pillanatra, szóval az kevesen ismerik, de ő volt igazán ő volt a család vagyon alapítója, tehát az érsek. Tehát a családnak voltak birtokai, de a Széchenyi György úgy gazdálkodott, hogy ha a koronához visszaszállt egy birtok, akkor a Széchenyi György megvásárolta, mert a
Habsburgoknak kellett a pénz, mert a háborúra meg a csatákra kellett a pénz. És így szép lassan összegyűjtött ezt a vagyont, ami ugyan a család többi tagja örökölt. És a György unokája, tehát a testvérének a fia, a Széchenyi, ismét Széchenyi György. Széchenyi György lett az első gróf, mert ő is katona volt, ugye? Ő gazdálkodott. György gróf, a Széchenyke meg mindezek után úgy határozott, hogy közelebb kerül Bécshez, és Fertő szép lakon oda költöztek. Ez úgy volt, hogy az Eszterházyoknak volt ott egy kastélyuk, és egy másik családnak volt földje, és mindenki pénzt kölcsön adott mindenkinek, és valahogy zálogban kapta ezt a kastélyt, a földet pedig egy másik családtól, és ott gazdálkodott a György. De olyan jól gazdálkodott, hogy ő vette egy idő múlva a Draskovics családtól a Sárvár és felsővidéki birtokokat, akkor a György összes földjével, meg a második Györgynek az összes földjével megkapták a grófi oklevelet. Ez itt a nemesi oklevél, ez 1629-ből származik, és ilyet lehet látni a nemesi címert. Középen egy kis madár, aki egy ilyen koszorút tart a csőrében, és azt lehet látni, hogy a későbbi címert, már a grófi címer, hogy a nemesi címer bekerült a középébe. És ez... Ez az oklevél sajnos nincs a fényképen volna, de a grófi oklevél az egy gyönyörű, gyönyörű darab, ami az országos levéltárban van. Kézzel festett, kézzel írt. Ez tényleg egy gyönyörű, gyönyörű szép érték. A György családja akkor Fertő szép lakon lakott, ahogy említettem, az ma is ott van az épület, itt lehet látni, hogy most már magtárá vált, de már akkor is. Tehát ahogy a Széchenyiek elköltöztek, az Eszterházyok visszavették, és lebontották a felét, és magtárt csináltak belőle, és azóta az. Ugyanígy néz ki a mai napig is. És a Széchenyiek építették ezt a templomot, meg eredetileg a családi kripta is itt volt. Most Igen, itt a magtár. És itt Széchenyi Zsigmond. Tehát a György fia, a Zsigmond, volt egy első Zsigmond, és volt egy második Zsigmond, ez az első Zsigmond. A másik Zsigmond volt a Széchenyi Ferenc apja. Hát a másik Zsigmond volt az, aki az utoljára volt Fertő szép lakon. Ő abban az időben átvette a kastélyt Horpácson. A bátyja, Antal építette a Nagyszenki kastélyt, és így a család végre letelepett saját birtokukon, saját kastélyukon. Széchenyi Ferenc az Fertő szép lakon született. Ha véletlenül ott járnak Fertő szép lakon, ahol most mutattam, meg lehet találni a mai napig is az anyakönyvét, ahol be van írva a Széchenyi Ferenc születése. Csak kérni kell. A Széchenyi Ferenc akkor elköltözött Horpácsra, és ott nőtt fel. Horpács most így néz ki. A gyönyörű új tetőt raktak rá, de ez inkább azért csak, hogy ne romoljon tovább. Teljesen üres a kastély, be van falazva. Tehát ez a háború után teljesen ki lett üdítve, és most csak így állt. De itt nőtt fel Széchenyi Ferenc. Széchenyi Ferenc az, ahogy tudjuk, a országos könyvtár alapítója. De azt hiszem, hogy most már eleget tudunk a családról, hogy lehet látni, hogy még az a gesztus is egy
lehet majdnem azt mondani, hogy egy, ha nem hagyomány, hanem egy példa, példát látott, hogy az a legyen a következő lépés. Széchenyi György nem csak, hogy a vagyon alapítója volt, de ő igazán megmutatta, hogy a jótékonyság mennyire fontos az országnak. És Széchenyi Ferenc, mint Széchenyi István apja, tudni kell róla, hogy politikus volt, horvátországi bán többek között, rengeteget utazott, tehát ezt tudjuk a Széchenyi Istvánról, hogy fiatal korában mennyit utazott, tehát igaziból az apja példát követte. Széchenyi Ferenc kiváló gyűjtő volt. Hát úgy jött össze az adomány, vagy az ötlet, hogy Nemzeti Múzeumot alapítson, mert annyi mindene volt, hogy már nem fért el a kastélyban, és valamit kellett csinálni vele. És megalapította a múzeumot. Most tudni kell, hogy ebben a korban, a klasszicista korban egy könyvtár az mást jelentett, mint ma. Tehát abban az időben egy könyvtár a bútort jelentett, festményeket, iratokat, könyveket, tehát egy egész komplexumot, nem csak könyveket jelentett, és ezt kezdte el a Széchenyi Ferenc, ilyen módon adományozott. De nagyon komoly iratgyűjtő volt. Itt például lehet látni, hogy egy Gutenberg tanítványnak a könyvét adományozta, itt pedig egy Albrecht Dürernek egy betűt tanulmánya, itt van az első Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyv. Ez mind a gyűjteményhez tartott, és ez egy érdekesség, hogy a Draculának a fametszete, az is a gyűjteményhez tartott. Az aranyos, ha elolvassuk az alapító okiratot a Nemzeti Múzeumban, csak egy kérése van, hogy lehessen még adományozni. Tehát akkor a Széchenyi Ferenc, mint politikus, ezt is kevesen tudják, úgy láttam, hogy ő alkotmányt írt saját maga. Tehát ezért közel állt a második Józsefhez. És hát itt a felvilágosodás korában élünk, ugye, ott tartunk. És hát nagy ötletei van. Még a József is akkor akar sok mindent változtatni, jobbra vagy rosszul, de mégis a változás volt a levegőben. Széchenyi Ferenc írt egy alkotmányt. Tudta, lehet kivenni az írásaiból, hogy biztos nem fog sikerülni. De mégis végig megírta, végigvitte, végigharcolta, mert ő abba hitt, hogy ezek az ötletek, ezeket érdemesek, ha nem is sikeresen végigvinni, de közvetíteni. A Széchenyi Ferencnek három fia volt a Lajos, Pál, meg az István. Most tudni kell a Széchenyi Ferencről, hogy volt egy bátyja, József. A József elvette a Festetis Júlia. A bátyja meghalt, és a Széchenyi Ferenc, aki évek óta valószínűleg nagyon tisztelte a Festetis Júliát, eljött az alkalom, és elvehette feleségét. Tehát a Széchenyi István abból a házasságból született, hogy az apjának, a bátyának az özvegye. Most Széchenyi Ferenc akkor is, azt is érdemes mondani, hogy ő akkor, mert ő is nagyon gazdálkodott, nagyon ügyesen, akkor ő volt, mikor a múzeumot adomány, a múzeum gyűjteményet és a könyvtárt alapította, ő volt, lehet mondani, ő volt Magyarország leggazdagabb ember. Ugyanakkor ő volt az egyetlen férfi Széchenyi. Tehát mindezek után egy Sárvár felsővidéki gróf Széchenyi volt az országban, és az a Széchenyi Ferenc. Tehát a mai családnak a leszármazottja, azok mind Széchenyi Ferenctől származnak.
akkor a család három ágba mondjuk szakadt, Lajos, Pál és István az ágba. Én a Pál ágról származom. A Pálnak 13 gyereke volt, Lajosnak 11, és az Istvánnak 2. Így a család a következő 100-150 évben a legtöbb családtag az a Lajos és a Pál ágról származik. A István ágban volt a legkevesebb, most azt hiszem van, nem vagyok biztos, de lehet, hogy van 2 vagy 3, aki még a Széchenyi Istvánról származnak. Most Széchenyi Istvánról szeretnék egy pár dolgot mondani, mert azért az a legismert témája, és nem jobb Széchenyi kutatók és tudósok vannak, mint én, de azért egy-két dolgot szeretnék tisztázni. Az első dolog az, hogy a Széchenyi István nem tudott magyarul. És van itt két kis dolog, amit később meg lehet nézni közelebbről, ahol a fiatal korában a Széchenyi István magyarul ír. Most, akinek problémája van a testvéreivel, vagy bármi, én nagyon javasolom, hogy a Széchenyit olvassatok, mert meg tud oldani bizonyos dolgokat. Azt írja a Lajosnak, hogy kedves Lajcsi, kívánom, hogy sok esztendőt szerencsésen élj, és engemet szeressél. Csókoljad helyettem édespapám és mamám kezeit, jó Fannit is, Zsófit is. Belonni kisasszonyt, Tibolt urat köszöntsed és szeressed Pistádat. Ezt írta 1800-ban. Két évvel később írt még szebben, sokkal szebb kézírással is, de itt van a bizonyíték, kérem szépen, hogy a Széchenyi Ferenc bizony tanította a gyerekeit magyarul írni, olvasni és gondolkozni. A másik dolog, amit a Széchenyiről szeretném mondani, a Széchenyi Istvánról, hogy ez az ékezet probléma, ami sokan kíváncsiak, szóval ez hogy lehet és miről szól ez a dolog. A Széchenyi István hihetetlen élete meg tettei után, ez lehet mondani, hogy ez talán a családnak a legkellemetlenebb. Valami miatt lehagyta a második ékezetet a nélkül. Nem tudjuk, hogy miért, de nem is mindig. De azt lehet követni, hogy a könyvei így jöttek ki, így lettek ki. És nem lehet tudni, hogy miért, talán azért, mert a németül könnyebb volt kiejteni, vagy magyarosabban lehetett kiejteni, hogy a hangsúly az első, a szó elejére kerül, hogy Széchenyi, vagy azért, mert lusta volt. Hát nem talán, igen, szóval vannak teorek, de senki se tudja, hát a napló minden oldalát el tudod olvasni, meg mindenhol lehet keresni, és egy szó nem is. Tehát igazán nem tudhatjuk. Tehát most ezért van ez az űrzavar, hogy kell Széchenyi helyesen írni, egy ékezetet, kettő. Hát a családban úgy gondoltuk, hogy azért, mert mindenki Széchenyi Ferencről származik, ő két ékezettel írta, és Sárvány felsővidéki család két ékezettel írja. Ha valaki lehagyja a második ékezetet, nobody cares. Jó, hogy Amerikában egyetlen. Igen, az vagy snobnak néznek, vagy teljesen megzavarodnak, ha látják. Igen, szóval ez nem egy komoly dolog, csak hát mi úgy látjuk, hogy a magyarok nem értik, hogy mi van. Már a CH az elég, de az én kezetet rárni arra, az már nem. Széchenyi Istvánnak volt két fia, és ez mindig érdekelt engem, mert hogy mi láttuk már is, hogy milyen nehéz lehet egy ilyen nagy embernek a fiai lenni. Tehát az apjának az árnyékában felnőni, és akkor próbálni az életet valahogyan úgy élni, meg olyanokat a sikereket élni, amilyen példát kaptál. Hát volt a Béla, meg az Ödön. A Béla nagyon érdekes, hogy Nagyszenken volt egyszer, és tűz volt a falu. És hát
óriási problémákhoz okozott, és látta, hogy nem volt itt rendszerű, csak káosz volt. És akkor nekiállt Magyarországon megállapítani az első tűzoltóságot, amit majd Budapestre került, és akkor országszerte. Hát a 21. század gondolkodáshoz ez már kézenfekvő, hogy van tűzoltóság, de hát akkor még nem volt megszervezve. Tehát ez egy óriási dolog volt, és a mai napig is tisztelik emiatt, sőt, nem állt meg ott, hanem a törökök is megtudták ezt. Meghívták akkori Konstantinopolyba, hogy ott is megszervezett tűzoltóságot, meg is csinálta, és pasának nevezték ki. Sajnos az apja már nem élt akkor, de kíváncsi lettem volna, hogy mi volt a pasa fiáról. A Széchenyi Béla az pedig ázsiai kutató lett, és olyan helyekre ment Kínába, ahol magyar ember még nem járt, és visszajött, és tudósítást adott arról. Ugyanakkor a helyi politikába is és részt vett, nagyon közel volt az apjához, ő segített abban, hogy a Blick nevezetű irat az megjelenjen nyomdában. Tudjuk, hogy az végül is vezetett a Széchenyi Istvánnak a rendőri zaklatásában, meg talán valószínűleg hozzáadott a öngyilkosságához. De ő ott volt az apja mellett Döblingben az egész idő alatt, nagyon közel álltak. Ja, ez ödön. Még egy kis részlet. A Siklót ismeritek a budai város? Ez volt az ötlet. A másik minden. Régen volt egy ház, Széchenyi utca 1. És ott volt a váralján. A háború, a második világháború alatt az megsemmisült ez az épület. De azt hiszem azért is építette, mert úgy könnyebb volt felmenni a várba. Most akkor ez a periódus, tehát sok családtag volt, sok. És akkor volt olyan, aki a birtokot kezelték, de volt olyan, aki folytatták a családi hagyományt, úgy, ahogy mi most megismertük. Széchenyi Miklós például második világháború, ő volt a nagyváradi püspök, és ő arra fektette rá az energiáját, hogy a katonákat segített, tehát a sérült katonákat segítsen. És akkor ez úgy lett csinálva, hogy egy vonat átalakított kórháznak, és ez a vonat 56 ezer beteg és sebesült katonát szolgált 3 év alatt, tehát 1915-től 1918. És tudnélik, hogy a család női tagjai is aktívan részt vettek az első világháború munkában, tehát a Vörös Keresztnek dolgozott a legtöbb. A férfiak pedig a felsőházban szolgáltak, a Széchenyi Béla, a István unokája, az a földművelési miniszter volt. A Széchenyi Viktorral szeretnék egy-két dolgot mondani, mert ő a Székesfehérvárban lakott, ott volt birtoka, és azt hiszem, hogy főispán lett. De a Viktornak köszönhető, hogy ezt a családtörténet egyáltalán tudjuk, ahogy tudjuk, mert ő felkérte a történész Bártfai Szabó Lászlót, hogy írja meg a családtörténetet akkor. A Viktor akkor már sejtette, tehát ő ebben a korban, hogy ennek a világnak lassan vége lesz. Tehát többször le is írta. Igaz, hogy végig élte a forradalmakat a 20. század elején, hogy
bújtak az erdőben, hogy jöttek a birtokért már akkor, de annak a mellé is már érezte, hogy ez a világ változni fog. És mindent megpróbál csinálni, hogy a családban megmaradjanak az értékek, és hogy hideg szemmel nézzük a jövőt. Viktor, és azért szerettem, mert ő másik családi hagyományt is képviseli, és ez a humor. Tehát aki egy ilyen esküvői képet készít magáról, az egy különleges ember. Itt a Viktor van a Széchenyi Géza fiával, Géza pedig a Viktor fiával, a Széchenyi Zsigmond vadász, aki később a nagy vadász lett. De ha kutatok ilyen képet, egyik ilyen kép van a másik után. Hát ez mindenhol a humor, és ez, én is tapasztaltam a családban, hogy ez majdnem betegség. A Széchenyi Viktor, itt van a fiából, a Zsigmond. Az 50-es években elhurcolták az András utca 60-an is, és megverték, és belehalt a sérüléseiben. Mikor? Tessék? Hány év? Mikor? Pontosan nem emlékszem, meg kell néznem, de az 50-es évek. 50-es évek, akkor is. Igen, igen. Most a fia Zsigmondról annyit mondok, hogy rengeteg anyag van, és lehet olvasni a könyveket, és biztos nem ismeretlen. Csak hagyd mondjuk egy-két dolgot, ami talán csak a családon belül tudunk, hogy összeállított egy hatalmas anyagot, ami majd a magyar államnak adományozott, tehát az összes trófia, külföldi trófiák, a zöme a múzeumoknak lett adva. Sajnos a 60-as és 70-es évek alatt a magyar állam ezeket a tulajdonokat teljesen elhanyagolta, és a legtöbb része a adományozásnak az tönkrement. A Széchenyi Zsigmond né az még él, tehát a kedves Mangi néni, nagyon közeli barátom, 93 éves, és ő őrzi a Széchenyi Zsigmond hagyatékát. Van egy könyvtár, ami évekig a Nemzeti Múzeumnak egy része volt, tehát kapott egy szobát. Sajnos azóta a bizonyos politikai dolgok miatt ez a könyvtár ez ide-oda lett hurcolva, igazán nem talál otthont. Ennek a könyvtárnak a szerintem, ez most az én saját véleményem, de a legnagyobb értéke az inkább ilyen szociológiai kutatás, mert mikor a Széchenyi Zsigmond Afrikában ment, hozott, mint Széchenyi István hozott magával egy művészt, aki rajzolt mindent, amit akart, Széchenyi Zsigmond pedig fotózott, meg hozott magával fotóst. Tehát olyan képek vannak ebben a gyűjteményben, nagyon ritka, tehát az Afrika, ezekben az években is, ahogy változott, vagy India, tehát ezek az igazán őszinte képek fekete-fehérben ott vannak, dobozok tele vele. Szerintem ez a Széchenyi Zsigmondnak a legértékesebb hagyatéka a könyveim mellett. Reméljük, hogy otthon talál a Mangi néni, ha megnyugodna szegény, az végre megoldana. Most sokat mondtam az ősi családtól, elmondtam a történetet, de mindenki más, azt hiszem azonos vagyunk abban, hogy a családtörténetünk az a szüleink. A családtörténet, amit legjobban tudunk, az a nagyszülőnk és a szüleink. Ritkán nyúlik vissza annál messze. Ezért szeretnék egy pár dolgot mondani az én családomról, de úgy kell erről gondolkozni, hogy mikor itt nőttem fel, akkor nem tudtam a hitel, a világ, meg a stádiumról, nem is értettem, nem is volt egy kontext, amiben be lehetett volna rakni. Ez volt az én családtörténetem, hogy ahogy a Széchenyi Viktor megírta abban az időben, hogy a birtokok csak szétlesztek osztva, nagyapám kérte
az apjától, hogy mikor összeházasodott, hogy adjon neki előre azt, amit örökölne. Hát elvette az Almási Mária, és Barcs mellett, ami az Isten háta mögött van, kapod egy birtokot, de a talaj nem volt művelve, tehát a talaj nagyon homokos volt. Ott kapott 5000 hóvalt, de használhatatlan volt, és akkor úgy elkezdte ezt a földet művelni. Úgyhogy 10 év alatt építette ezt a kis házat, ez nem akkora, mint ahogy tűz. Ez kisebb, mint akar egy ilyen McMansion, amit itt találom. Ez nem olyan nagy, mint ahogy tűz. Ez egy ilyen akkori McMansion. És művelte ezt a földet, és akkor egy 10 éven belül egy nagyon sikeres gazdasági birtokot csinált belőle. 7 gyereke volt, és ott élték az életüket. Itt van az első 4, ez itt az édesapám. Autójuk, kocsijuk nem volt, de egy marha jó traktor. Nézd meg ezt a szervezetet. Ez az édesapám 12 éves korában képzelően boldog volt azon ülni. Hát ez az a csúcs. Szóval ez volt az életük akkor. És akkor, mikor jött az orosz front 44-ben, akkor felpakoltak mindent, és ott kellett hagyni, azzal a gondolkozással, hogy vissza fognak jönni. Hát csak átmegy a front, és akkor minden szép és jó lesz, és vissza lehet jönni. Kocsijuk nem volt, de valahol a szomszédokból, vagy akivel együtt menekültek, kaptok kocsit, a nők meg a gyerekek kocsiban, a többiek lovasszekére. Az apám készítette ezeket a fotókat, volt egy kis Kodak Brownia, és végig fotózta a menekülést. Hát lovasszekeren indultak el nagyjából. A következő években Ausztriába kerültek, és ott végig várták, hogy a háborúnak vége legyen, és hogy kitalálják, hogy hova menjenek tovább, mert világos lett egy pár év múlva, hogy haza nem lehet menni. Ez itt a család, teljes család itt menekülésben, ez itt az édesapám. Ez egy ilyen helyen laktak, ez volt egy vadászház, Fusolám szébe, ami leégett. Tehát leégett a házuk, éheztek, dolgozni kellett, fát termelni, mindent csináltak, hogy túléljék. Innsbruckba kerültek majd, az apám 3 év alatt le kellett vizsgázni 3 gimnáziumi évet, és egy idő múlva csak sikerült Amerikába szponzort találni, és itt vannak a hajón. Ez itt a nagyapám, de nagyon jó. Ez a dédanyám, Wenkheim Krisztina, az apám, ez a Matyi bácsi. A család az Asheville, North Carolina-ba telepedett. Mert ott volt egy birtok, mai napig is ott van, egy múzeum, a Biltmore Estate, és felajánlották, hogy a nagyapám ott jegyszedő legyen. És ott dolgozott, mint jegyszedő, és egy pár év múlva meghalt. Az apám pedig, és a többi testvérei megtanultak angolul, katonának elment, tengerésznek. A végén, hosszú történet után, 32 éves karrierje volt az IBM-nek. Számtalan országba járt, és nagyon sikeres életét csinált ezzel a nagyon nehéz kezdettel. Szóval az volt az én család történet. Ha valakit érdekel, az apám ezt nagyon szépen leírta az ő menekülés történetét a évekkel ezelőtt. Ezt még lehet találni a eBay-en néha, de ha a Universal Publishers-hez mentek online, akkor ha érdekel, akkor onnan megvásárolható, azt hiszem, mert történet.
Most akkor mi lett a Széchenyi családról? Hát 1990-ben tartottunk egy családi találkozót Nagyszentken. Ez már 25 évvel ezelőtt volt. Akkor 120 családtag volt világszerte, 13 országban jött. Ez azt mutatta, hogy a történelem folyamán magyar család maradtunk, de egy nemzetközi család vagyunk. Most azóta 25 év eltelt, és büszkén mondom, hogy vannak rokonaim világszerte, csak egyrészt nem ismerem, másrészt lehet, hogy nem tudunk kommunikálni. Vagy ha véletlenül nem beszélnek angolul vagy magyarul, ami nagyon lehet, ugyanaz a család, nem is olyan távoli rokon, de nem ismerjük egymást, de ugyan a családhoz tartozunk. Ez egy nem olyan régi felfedezésem, az apját ismertem, de őt nem, ez a Széchenyi Javier, aki Oviedo Spanyolországban lakik, és egy ügyvéd. És itt a Széchenyi García Abrogados, az a cége. Tehát ez nekem nagyon tetszik, mert én is ügyvéd vagyok, és nagyon jó fej, különben azért írtunk egymásnak. De ilyen a család. És kérdezzük, hogy valaha össze lehet hozni ezt a családot még egyszer, és ha igen, milyen szinten? Hogy lehet menedzselni ezt? Hogy lehet azt csinálni, hogy a további nemzedékek tudják, hogy honnan származnak? Ezek nagyon jó kérdések, óriási szervezési képesség kellene hozzá, legalább 5 nyelvet kéne beszélni, azt hiszem, hogy sikerüljön. De azt hiszem, hogy ez fog sikerülni. Most nem régen, tavaly nyáron is volt egy kisebb családi találkozó, 1990 óta az első, Magyarországon inkább csak az európaiak jöttek össze. De még mindig van az az igény, és reméljük, hogy a nemzedékek tovább is fogják folytatni, mert ezek a hagyományok, és az erkölcsök, amit láttuk az évek folyamán, hát ez egy irányadó dolog. Tehát aki ezt ebbe belegondol, és saját magának nyilvánítja, ez egy, mint mondom, ezt akkor fedeztem fel, mikor Magyarországon voltam. Tehát ez egy ilyen szerencsés dolog, hogy az ember véletlenül becsúszik a világban, és adnak egy nevet, és az jelent valamit. Hát ez én nem csináltam semmit, hogy ezt megérjemjük, de ez a helyzet. Hát akkor mit kezd az ember? És én azt hiszem, hogy ha megtanulja az ember a család történetet, akkor megtudja, hogy honnan jön, megismerje Magyarországot, és az olyan annyira gazdagítja az ember életét és az öntudatát, hogy irányt tud adni az életébe, hogy folytassa azt, hogy szolgálja a közösségét, és egy értelmes életet élni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, Péter. És ha kérdések? Mondj, hogy én ezért jöttem, mert annyira foglalja az oldalamat a kíváncsiság. Hát persze, hogy most kiderült, hogy több száz emberről van szó. De a minapját a Newportban, és a Vanderbilt házban sétálva a lányom azt mondta az egyik képre, hogy ez úgy néz ki, mint egy magyar. És valóban Széchenyi Lászlónak hívták, aki a Gladys tett el a Vanderbilt családtól, és akárhogy kerestem, gyakorlatilag semmit nem találtam róla, pedig egy rettenetes érdekes élete lehetett, hiszen Magyarország nagykövete volt a 30-as években itt Amerikában. Így van. Mit lehet őről a tudni? Én ezt kihagytam. Nem, csak kihagytam. A Széchenyi László valóban a nagykövet volt Amerikában, és elvette Gladys Vanderbiltet, aki a nagy Vanderbilt családból származik. És a Gladys néni az érdekes volt, mert ő nem hozta ide, és nem ide ragasztott, hanem ő egy magyar emberhez ment férhez,
És ő Magyarországon megy. És itt hagyja a Breakers, meg minden, és Budapestre költöztek. És tudni kell, hogy a Andrássy út mellett, elfelejtettem, hogy melyik mellett utcán, de a volt szovjet nagykövetség. Bajza. Bajza utca? Na, az volt a ház. És ott laktak, és ott nevelték, azt hiszem, három lányukból. És akkor az volt a szerencse, hogy eladták a házat, mielőtt jöttek az oroszok. Az egy Széchenyi épület, ami az oroszok nem vettek el, mert egy lépéssel előre voltak. De akkor a Vanderbilt családnak az az ága, tehát a Széchenyi ága, az a mai, nem tudom, hogy a mai nap is, azt hiszem, mert tudom, hogy 25 évvel ezelőtt volt egy apartman a Breakers-ben, ami a Babinini ott lakott, és az úgy folytatódott. A Gladys néniről azt is kell tudni, hogy nagyon sokat segített a magyaroknak. Tehát ő direkt, mert a László miatt sokat adományozott a háború előtt, a háború alatt, a Vanderbilt vagyomból, hogy a magyaroknak segített. És ezért mindig is hálás voltak neki, mikor például a háború után ide kerültünk. Nem adott hogy egy vagyon, de mindenkinek egy kicsit segített. Tehát ez volt a Vanderbilt kapcsolat. Ja. Mert ez a család, ahogy tudom, volt az ők ketten, akik a legnagyobb vagyont veszítették el az életük során. Ugye a Vanderbilt család akkor már teljesen elveszítette a vagyonát, és úgy tudjuk, hogy a László is az első világháború alatt olyan pénzügyi dolgokba keveredett, ami aztán nem sült el jól, és ő is elvesztette ezt a vagyont. Mm-hmm. Ez igaz? Nem tudom. Látod, erről mi nem beszélünk. De erről nem tudom. Szóval, hogy a vagyonok hogy osztottak szét. A másik az, amit csak gyorsan megkérdezett, aztán átadom a szót, azokat mást akarnak kérdezni, hogy amikor az interneten keresgéltem ő utána, akkor gyakorlatilag egyetlen egy dolgot találtam, hogy egy nagyon gyanúsan baloldali weboldalról. Elnézést, politikát mentesül. Ez nem politika. Ez történelem. Akkor ne jegyezzük meg, hogy bal vagyunk volna. Csak ennyi, igen? Mi volt a megszám? Csak ennyi. Nem emlékszem, az a lényeg, hogy valami nagyon baloldali kérdés volt, és ott csak annyira volt szó, mivel ez egy ilyen lap volt, hogy milyen szerepe volt a Lászlónak politikai dolgokban. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ennek van-e valami irodalma, van-e neki emlékkönyve esetleg? Én nem tudok róla. Szóval először hallok, hogy ilyen dolog csatlakozna a László nevéhez. Mert a háború alatt volt egy, mert minden családban van, és ez nem titok. Volt egy családtag, aki átment a nyilasokhoz, az Széchenyi Lajos volt. Tehát lehet találni az interneten ilyen plakátokat, hogy Széchenyi Lajos, meg a nyilasok, meg. Tehát volt egy családtag, aki ebbe beleörült. Tehát arról tudok. És ez persze szégyen, de hát ez tényleg nem lehet, ez tavaly. De Széchenyi Lászlóról nem tudok, a Lajosról. Tudnám valamit a Lánchíd építéséről mondani? Hát, az egy nagy történet. Tudom az emlékeimet. Én mindig az döbben meg a Lánchíd történetéről, hogy a Széchenyi is már sose látta készen. Mert akkor fejezték be, mikor ő már miután beteg lett, és már döbbenben volt. Túl sokat nincsenek, én nem tudok róla legalább ilyen családi történetért a Lánchíddal kapcsolatosan. Sajnos. Annyit tudok, amit már említettem, hogy ott volt egy ház pont mellette, de többet sajnos nem tudok mondani.
ilyen családi szempontból, ami a Láncidhoz kötődik. Ezt tudjuk, hogy a londoni Hammersmith Bridge-nek a mintájára. Igen, és az... Sokkal szebb. Ez sokkal szebb, amilyen. Igen. És hát az a lánc szerkezet, az ott lát, tehát az Adam Clark Igen. Hogy említetted azt, hogy a Széchenyi név mint olyan, hogy kötelez, hogy ez a neveltetés a dalak felmerült, és akkor említetted, hogy hazamentél egy évre, és úgy emlékszem, hogy utána te otthon maradtál pontosan ilyen okokból kifolyólag, hogy akartál csinálni valamit, vagy segíteni, hogyha erről mesélne valamit. Jó, hát abból az egy évből a 9,5 lett, nem fejeztem be. És, ja, hát, akkor hát azt csináltam, hogy elkezdtem, belemerültem a magyar társadalomba. Tehát én amerikaival nem ismerkedtem. A Molnár utcában laktam, és ott az utcán volt a nagy kocsma, ahol az összes fiatal amerikai járt, sose jártam oda. Kizárólagosan magyarokkal töltöttem az időt. De lejárt ez az egy év, mert adtak egy kis adag pénzt, hogy ott lehessek, és nem volt sok pénz, de akkor Magyarországon nagyon sok pénznek számított, ahol 2 forint volt egy fagyigombóc, az már milliómos voltam ahhoz képest. De az a pénz elfogyott. Elmentem tanárnak. És akkor kezdett el ez, hogy miért is vagyok ott, és mit tudok én adni, mert pont olyan helyzetbe kerültem, hogy olyan voltak az elveim akkor, mert a képzőművészeti iskolába jártam, kicsit máshogyan gondolkoztam, nem egészen ilyen üzleti alapokon irányítottam az életemet, hanem a tanítás azt nagyon kedveltem, mert $100 fizettek havonta, és mert a gyerekekkel foglalkozni, ott láttam óriási értelmet. És ehhez kapcsolódik az, hogy az ember értelmet keres az életében. És én azt találtam meg. Tehát én 9 évig tanítottam Magyarországon. Tehát ott azt elkezdtem, az végigment. Akkor ezek a példán alapján rosszul követtem, mert egy alapítványt tettem pénz nélkül. Ez egy külön magyar trükk, amit ott tanultam meg. És sikeresen, képzeljétek el, létrehoztunk egy művésztelepet Gyermelyen, ami a Zsámbék mellett van, Bicske, Mány, azon a környéken. És kobogjuk le, de a mai napig is működik, sőt most elmúlt évben renováltuk az épületet. Ez egy gyönyörű nagy stúdióépület, egy nagy terem, ahol a képzőművészek jönnek és dolgoznak. Csoportosan jönnek, és van mindenféle műhely, amit kialakítottunk, papírkészítési műhely, van grafikai eszköz. És hát ez már 1994 óta, tehát én 6 évet rászántam az életemre, hogy pályázatokat írjak meg, meg a polgármestereket rábeszéljek, meg valahogy hirdessem és gyűjtjök pénzt, hogy ez az alkotóház ez létrejöhessen. És sikerült, de ez, azt hiszem, az egy külön pillanat volt Magyarország történelmében, hogy ilyet lehetett csinálni, de jókor kaptam el. A másik, ami nagyon tetszett, és ez az oktatással kapcsolatos az a filmnek, amit itt láttak egy részletet, hogy abban az időben, tehát itt a rendszerváltásra kell visszagondolni, hogy tényleg sok mindent nem tudott a magyar nép, mert félre voltak oktatva, mert egyszerűen nem tudták az alapinformációkat, pedig ott lehetett megtalálni, de még de nem tudták, és akkor ezért jó volt végig újra beszélni Széchenyiről, újra beszélni ezekről az elvekről, meg ezek a történetekről, hogy egy kicsit jobb helyre billentsék a tudást, tehát a tévhitteket eltörölni. Ez szóval így valósult meg ez, hogy Réka, hogy ez a családi hagyományat, akkor most mit kezdjek vele? Ezt azt hiszem így nyilvánítottam meg. Szóval nem lettem gazdag, de nagyon értelmes életet értem Magyarországon.
és azt hiszem az élet lényeg, tehát minél több értelmet tud az ember kihozni ebből a velünk kis életből. És ezt a filmet hol lehetett látni? A filmnek? Van három film, majd beszélek az Orsolyával, hogy mert most is ráírtam, hogy lehet ezekhez hozzáférni, mert gondoltam, hogy lesz érdeklődés. Majd rájövök, mert most az Orsi anyaga, ami fönn van a Vimeon, sok mindenne van, de ezek nincsenek fel. Mert meg fogom kérdezni, hogy hogy lehet. Majd kiküldjük e-mailbe, jó? Kiküldjük e-mailbe, lehet, hogy tart egy e-mailbe. Van a Széchenyi and Széchenyi. Aha. Van a No Man Est All Man első és második rész, ez a családtörténete. És akkor volt egy harmadik, ami a Széchenyi István a vállalkozói szelleméről beszéltünk, ami a Láncid például, az a címe, hogy Ó Szent Nemezis. Aha. Hogy hát akkor sem volt könnyű. És én azt szeretném, hogy akkor a Széchenyiből hogy lett ez a hét, hogy CH-ra változott? Azt nem tudom. Mert lehetett látni a régen, hogy CH volt, meg elhagyták az Y-t, meg akkor visszakerült. Nem tudjuk, a latin, vagy átfordítva, nem tudjuk. Lehet, hogy a kazinjában is. Kazinjában is. A másik kérdésem van. Bocsánat, csak hátuljelen. János. Azt akarok kérdezni, hogy nekem is volt szerencsém egy vagy két évvel ezelőtt találkozni egy nagyon helyes fiatal emberrel, akinek szintén Széchenyi volt a neve, és nem véletlenül, mert a te fiad volt. És arra vagyok kíváncsi, hogy ez az óriási örökség, ami te cipelsz magaddal, és ilyen gyönyörűen elő tudsz adni, és visszamenve egész 1550-ig, egész a mai napig tudsz vezetni, megállt, a történeted itt most velünk megállt nálad. De a jövő ennek a kisfiúnak a kezében és az agyában van. Ő mit gondolsz, mit érez ebből, és mit fog vele csinálni? Mit szülesz nehéz elmagyarázni, kíváncsi vagyok mégis. Igen. Nézd, én a szüleim példát vettem vele szemben, mert végül is sikerült valamit velem, tehát hogy a nyelv alapja meg volt, egy érdeklődés az otthon iránt meg volt. A szüleimnek az otthon szeretet, tehát az szeretetük a Magyarország, az megmaradt, tehát azt is átvettem. Tehát jó, nem tanultam meg tökéletesen magyarul otthon, nem volt alkalom, Amerikában nehéz. De legalább valamilyen alapot tudtam adni a gyerekemnek, mint a szüleim nekem, akkor van esély arra, hogy arra tud építeni. Most nekünk, mikor fölnőttünk, akkor nem jártunk haza gyakran, mert a szüleimnek csak rossz érzést keltett. Akivel találkoztok, aki még maradt családtag az 50-es években, azok tudják, hogy azokkal mi történt, tehát az elhurcolások, a elhozott vagyonok, a bebörtönzés, a megverések, ez nagyon féltek hazamenni, hiába történt 56. Az fiam sokkal szerencsés helyzetben, szerencsésebb időkben nőtt fel, és többször járt már haza Magyarországon. És két évvel ezelőtt végigvittem ezen az egész kis turnén, tehát hogy Nagyszent, Korpács, a Balatonvidék, ahol van a néhány Széchenyi templom, a Nádasdi várakat is megnéztük, tehát ő már, és Aranyos pusztára is mentünk, ahol apám felmondott. Tehát ő már ez egy része, és nagyon szeretne magyarul tanulni. Én bízok benne, hogy az majd kialakul az ő életébe, úgy, mint az enyém. Ja. Van egy nagyon szép kastély, Köröshegyen, Széchenyi kastély, jártál? Ismerem, én azt akkor láttam, mikor egy rom volt, és olyan szép helye van ez a Balaton, egy dombon van, és ránéz az egészre. Balaton fölvártól 3 kilométerre van, ja. Elmész az új Völgyhíd, és pont a Völgyhíd. Ja, ott forgattunk is. Gyönyörűen megcsináltak, és ott van egy... Hát gyönyörűen megcsinált, de akkor még egy rom volt, és akkor azt keresték, hogy ki lesz a külföldi befektető, akkor ebből a kazinót csinál, és akkor valószínűleg rá találtak valakit, és akkor most lett szép.
Én is nagyon szépen tudtam volna csinálni belőle. Még szeretnék egy dolgot említeni, mert többieknek másról érdekli őket, hogy olyan szerencsés voltam, hogy elolvastam az édesapád könyveit, és miután megjelent az első számi könyve, angolul is, meg magyarul is, hogy azt tudnám tanácsolni, hogy aki meg tudja otthon szerezni magyarul, akkor magyarul még élvezhetőbb, mert csodálatosan van megírva, és nagyon olvasmányos. Igen, egyetértek. Amit mondtam, az a Universal Publishers, az az angol variáció. De otthon egy szinte szégyen 500 forintért meg lehet kapni a antikváriumban. Igen, és akinek csak ajánlottam, mindenképp csodálattal beszélt róla. És hát a második könyv is nagyon jó. Az első könyv addig szól, amíg meg nem érkeznek Amerikába, és a következő meg. Igen. 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 Nem, csak hogy még befejezik ezt a kérdést, és akkor jösszük. Bocsánat. Csak kérdezték a könyv címeket. Ja, van a magyar címe, az mégis kisült a nap, angolul Visions of Utopia, ugyanaz a könyv. A második könyvet nem említem. De majd azt is kiküldjük a e-mailbe. Jó, azt jól. Kiküldjük ezeket az információkat. Mondjuk Felici. Igen. Minden jött. Említetted, hogy képzőművészettel is foglalkoztál. Azt hiszem, valamikor a 90-es évek elején láttam egy filmet rólad, akkor szobrászattal foglalkoztál. Nem, mindig festészettel. Vagy festészettel. És én úgy gondoltam, hogy te nem az vagy, hanem egy másik Széchenyi Péter, aki festészettel foglalkozik, és meg akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen mit tudsz róla, de akkor ezek szerint. Ja. Hát az az ember egy megbízhatatlan. Ne kezdjél semmit. Huligán. De hát ez a családtörténet film, ennek az egyik ilyen sztoria az az, hogy a nagyszenki múzeum felkérte, hogy fessen meg a családfát. Tehát az is található benne, és az most is ott van, ha belépsz az első terembe, ott van bal oldalt a családfa. A 1990 verziója, ugye, mert mindig változik, bővül. De az egy nagyon jó feladat volt, tehát egy hatalmas családfár több száz emberrel, hogy lehet ekkora kis téren megvalósítani, úgyhogy olvasottó is követhető legyen. És hát majd, ha látják a filmet, de az röviden azt csináltam, hogy van ez a hosszú családfa, és meggördítettem az egészet, hogy egy kör legyen. És akkor itt véletlenül gyönyörű úgy néz ki, mint egy fa rönk, ahol a körök generációk is idegen, és az látható a nagyszenki kastély. Igen. Szerintem, hogyha még későbbi testetekben további kérdés, akkor a Péter még itt lesz, és nagyon szívesen fog válaszolni. Mondd! Én csak egyet. A legelejére térnek vissza az előadásunknak, ahol a kezdetekről volt szó, amikor bemutattad az első nemesi címet. Igen. Hát valószínűleg akkor is volt, csak akkor újra nemisítették, mert eltűntek az adatok. Igen, ezt akartam kérdezni, mert én úgy tudom, legalábbis amit olvastam történelmi könyveket ebből a korból, meg korábbról, várkapitánok általában csak nemes emberek lehetnek. Például, igen. Úgyhogy nekik ezek szerint volt egy korábbi nemesi címerük is, nem? Hát valószínűleg ugyanaz volt. Valószínűleg ugyanaz, mert nincs róla nyom. Tehát ez van, ez az 1624-es, hogy mi volt. De valószínűleg ugyanaz, csak a császár újra kiadta a levelet. Gondoljuk. Mert eltűnt minden, elégett. Egyik ház nehezett a másik után. Azért adta ki a császár újra. De biztos. Ja. Valami nyomat kell. Később kedvéért el lehetne indítani újra. Filmet? Miért ne? Hát az egész filmet is lehet ismerni. Ja jó, akkor... Köszönöm szépen, nem vagyok történész, és köszönöm, hogy nem vagyok
professzor se. Köszönöm. Én is, hogy mondjak már köszönetet azoknak az embereknek, akik